Sajnos jelen pillanatban hasonló dolgokat tudok elmondani, mint az előző mérkőzéseken. Bár az előző mérkőzésekhez képest több helyzetünk volt, meg voltak a lehetőségeink, nem tudtuk berúgni, és olyan szituációban kapunk gólokat, az elmúlt mérkőzéseket is ide veszem, amiket gyakorlunk, amire felkészülünk, amire tudjuk, hogy mi az ellenfélnek az erősségei, és ebből kapunk gólt a mérkőzés végén. Én azt gondolom, hogy a helyzeteinket be kellett volna rúgni. A játékosok mindent megtettek, de ez is kevés volt ma. Saját magunkat kell legyőzni ahhoz, hogy tudjunk sikeresek lenni. Köszönjük a szurkolóinknak, mert végig mellettünk álltak, és sokat tudtak ma segíteni, és sajnálom, hogy megint nem tudtunk nekik egy szép estét győzelemmel. Megyünk tovább, és próbálunk javítani már a hétvégi mérkőzésen, próbálunk a játékosokba lelket és önbizalmat adni, mert ők sincsenek jó állapotban, de hiszek bennük, és bízok benne, hogy következő mérkőzéseken tudunk pontokat szerezni és győzni. Kelly József, Nemzeti Sport. Még vártunk, amikor arról beszélgetünk, hogy nem szívesen jönnénk ott most az asztal túloldalán. És ott most már itt vagy, azért jó ideje a Honvédnál. Ez a keret, ha más ilyen is nézünk, csak nevek alapján, sokkal erősebbnek tűnik. Mi ez a hihetetlen görcs, ami a csapaton van, hogy képtelen átírna a saját árnyéken? Ezzel úgynos játékosok vannak, hogy a Paul Jevics-től kezdve a hangjáig, ezek nem ma kezdték a játékot. Így van, jelenleg bekerültünk olyan spirálba, ahol nagyon jó lenne egy győzelem, az nagyon sokat tudna segíteni a játékosoknak. Jelen pillanatban mindenki görcsös. Ezt próbáltuk oldani az edzéseken, a felkészülés során. Folyamatosan ezen dolgozik a szakmai stáb, próbálunk a játékosoknak segíteni. Előző mérkőzéseken is lehetett érezni ezt a görcsöt. Ma egyébként kevesebbet. Én úgy látom, hogy léptünk előre. Helyzeteket már ki tudunk alakítani. Úgy, ahogy mondtad, rutinos játékosokról van szó, de nem csak nekik, a fiataloknak is, mindenkinek nehéz szituáció ez. Én bízok bennük, és tudom, hogy meg fog ez változni. Tudom, hogy egy győzelem nagyon sokat fog tudni segíteni, és meg fogjuk oldani.